Adjunk vagy ne adjunk? Ez az alapvető kérdés, ami egy ilyen helyzetben mindannyiunk fejében megfordul, és különféle módon vélekedünk róla. Hát előfordul. Nem rendszeresen, mert kicsit szűröm néha, hogy volt már, akinek felajánlottuk, hogy segítünk munkával, de nem ért vele. Azok pedig, akik nem szokták kisegíteni a kéregetőket, nagyjából ugyanazt hozták fel indoknak. Nem szoktam, mert itt arra költi. Az én véleményem, ez én sose adok. Tehát elég szomorú, de szerintem lehet, hogy az emberek nagy része tehet is róla, hogy odáig süllyedt, vagy ha nem bír talpra állni. Pedig szerintem Kecskeméten nagyon is nagy lehetőség van arra, hogy valaki talpra álljon. Abból a megfontolásból, mert szerintem valamilyen úton módon tehetnek róla, hogy az utcára kerülnek. Persze nagyon nehéz egyébként Magyarországon a hajléktalan kérdés, és az, hogy az emberek munkát találjanak, de én nem szoktam nekik adni. És hogy mennyit lehet keresni a koldulással? Erre is rákérdeztünk. Jójárki Jenő és Kovács Sándorné a kecskeméti hajléktalan szállón ismerték meg egymást, és már 2 éve együtt koldulnak. Hát nem nagyon szoktunk így kéregetni, vagy így kódulni, már magyarán megmondva, de sajnos a kényszer ráhagyja az ember fiát, mert 25.418 forintból nem telik, amit reggelit vegyek. Nem szoktunk egy 2-3 óra hosszát, ha kint vagyunk. Nem szoktunk azért. Hát egy mennyit szokott, egy 2-3 ezer forintot össze szokott szedni. Jójárki Jenő és Kovács Sándorné örömmel vette közeledésünket, és nem is kéregettek feltűnően, nem léptek oda a járókelőkhöz, de vannak olyanok, akiktől nem lehet szabadulni, mert nagyon agresszívan közelednek. Hogy mi ilyenkor a teendő? A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Dél-Alföldi régiójának vezetője szerint udvariasan hárítsuk el a közeledést. Én a magam részéről általában nem hordok magamnál készpénzt, igyekszem mindig kártyával fizetni, és amikor megszólítanak, akkor azt szoktam mondani, hogy ne tessék haragudni, nincsen nálam pénz, vagy egy kártyával fizetek. Elnézését kérem, nem tudok, de javaslom, hogy menjen be a szeretett szolgálatnak a melegedébe, és ott élelemhez és gyógyszerhez fog jutni. Rigóné kis Éva azt is elmondta, hogy az utcán kéregetőket érdemes a megfelelő helyre küldeni, hiszen számos civil szervezet létezik már, amelyek karitatív módon segítenek. Ezek általában nem csak szállást és élelmet biztosítanak a rászorulóknak, hanem mosakodási és mosási lehetőség is van náluk, sőt, szükség esetén orvosi segítséget és gyógyszert is adnak.